Így fog kinézni az a kamion parkoló, ami az M1-es autópálya 112-es kilométerénél Győr-Szent Iván térségében fog épülni. A terveket szerdán sajtótájékoztató keretében mutatta be a beruházást végző konzorcium képviselője. A 260 férőhelyes körbekerített terület több szempontból sem nevezhető egyszerű parkolónak, hiszen számos szolgáltatás szolgálja majd a sofőrök kényelmét, az általuk szállított áruk biztonságára pedig modern kamerarendszer és biztonsági személyzet vigyáz majd. A szerdai rendezvényen a körzet országgyűlési képviselője méltatta a projektet. Azt láthatjuk, hogy itt nem pusztán és tisztán egy kamion parkolóról van szó, 260 kamionnyi helyen, hanem itt sokkal komolyabb szolgáltatásról, hiszen ehhez kapcsolódóan motel is fog épülni, illetőleg különböző kiszolgáló tevékenységek, például étterem is, vagy kamionmosó is, ami azt gondolom, hogy a 21. században már egy minőségi szolgáltatást fog nyújtani, ráadásul természetesen új munkahelyek is létrejönnek. Ahogy ezen a képen is látszik, minden szempontból ideális helyen lesz a létesítmény, hiszen szomszédságában található az ipari park, az Audi Hungária logisztikai csarnoka pedig mindössze 2,5 kilométerre fekszik. Ráadásul a közelben más szállítmányozási formák is vannak, melyek így könnyen elérhetők. Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a térség gazdasági ereje miatt új közlekedési fejlesztésekre van szükség. A logisztikai feladatok és a közúti áruszállításnak a részaránya egyre jobban növekszik. Az egész világon gyakorlatilag egy brutális növekedést találhatunk, de itt a térségünkben is olyan jelentős a gazdasági erő, ami még további közlekedési igényeket is támaszt, hiszen nagyon jó kereskedelmi és ipari vállalkozások vannak, meg vannak szállítási feladatai, és tényleg elmondhatjuk azt, hogy egy picit méltatlan ennek a területnek a kiszolgálása. A 10 millió eurós beruházás egyik felét az Európai Unió, a másik felét pedig különböző cégek finanszírozzák. A kormány korábban ugyanis úgy döntött, a piacra bízza ezeknek a létesítményeknek az építését és üzemeltetését. A szakmai körökben is két táborra szakadtunk, az egyik azt mondta, hogy építsünk, a másik, és ehhez tartoztam én, azt mondtam, hogy azt mondtuk, hogy ez egy olyan területe a szakmának, amit a piacra rá lehet bízni. Tehát a kamionparkoltatás az ne állami feladat legyen közvetlenül, hanem piaci jellegű is lehet. Magyarországon 12 ezer fuvarozó cég van, akik hatalmas munkaerőhiánnyal küzdenek. Legalább 8, de inkább 10 ezer sofőr hiányzik a munkaerőpiacról. Ráadásul a jelenlegi gépkocsi vezetők 40%-a 50 év feletti. Az ilyen és ehhez hasonló fejlesztések hosszú távon vonzóak lehetnek a fiatalok számára, mondja a szakember. Az, hogy ma Magyarországon is, és az Európai Unióban is nagyon súlyos gépkocsi vezető hiány van, az többek között abból is adódik, hogy ezek a szociális körülmények, amik ahhoz kellenek, hogy a gépkocsi vezetők normális körülmények között tudják végezni a munkájukat, azok nincsenek meg. Az M1-es autópályán Győr térségében naponta 30 ezer kamion halad át, ami 10 millió tehergépkocsit jelent évente. A gazdaságilag és logisztikai szempontból is fontos útvonal 3 év múlva egy modern, biztonságos, számos szolgáltatással ellátott létesítménnyel bővül. A munkálatok 2023 második felében kezdődnek, és 36 hónapig tartanak.